mennyezet az kész van. Mondanom sem kell, hogy nagy szívás volt. Nem is szép, mert ugye 60 centinként, de nem pont 60 centinként vannak a szelemenek. Tehát vagy úgy kellett volna szabni az OSB-t, hogy pont ott érjenek össze, és akkor egyszerűen csak hozzácsavarozom, de akkor nagyon sok a hulladék. Illetve ezt az első elemet, ezt elég szopós volt fölrakni. A középsőt azt meglepően gyorsan, ügyesen fel lehetett rakni, az nem volt különösebben gond. Itt egy kicsit megint játszani kellett. Illetve itt van még egy toldás, egy 30 centi, mert körülbelül olyan 20 centi elmaradt. Ugye így adta ki az OSB szélessége. És azt így bepótoltam, ami megint csak ronda. Igen, itt még nincsenek rögzítve, pontosan azért, mert ahogy csinálom a válaszfalat, ugye ahogy jönni fognak ide majd a 10 centis pallók, azok fogják megtartani a szélen körbe mindenhol. Itt csak egy alattámasztás van, itt látszik is egyébként, hogy meghajlik. A falak szigetelésével azzal fogom kezdeni, az telibe megy, az viszonylag gyorsan megvan, a vázát megcsinálom, utána ezt szeretném, mert a KH-t is szeretném már akkor behozni. Elég lesz ide a kisebb is, nem? Már mondjuk ez azért elég kicsi. Elég lesz. Csak már mondjuk itt hátul súlyt is fog egy kicsit tartani, ugye. Próbálom újra rakni most ezeket a pallókat, hogy tudjam, hogy hova kerülnek, meg is jelölöm majd. És amikor csinálni fogom az ágyat és a polcrendszert, és mondtam, hogy ott azért lesz súly. Ehhez lesz rögzítve. Úgyhogy ezeket a hátsókat rögzítem inkább a nagy sarokossal. Ez a kicsivel. Ugye elmérek 11 centit az oldalsó faltól, mert 10 centi a szigetelés, 11 centi az OSB. Mert úgy szeretném, hogy ez a sarokba kerüljön. Ugyanis majd a sarokba kerülnek azok a stafnék, amelyek tartani fogják a polcrendszert, meg az ágyat. Úgyhogy a két sarkot itt csinálom meg, a kettő közé meg berakom a középsőt valahova. Illetve hát kimérve a kettő közé. Egyébként nem kell olyan nagyon precíznek, pontosnak lenni. Ez az egész épület nem arról szól, az igazság. Már csak azért is, mert én építem. Ez még fog kapni a merőítést úgy is, hogy vízszintesen is fog menni majd középen. Azt egy olyan 125 centi magasra tervezem, mert annyi a szélesség az OSB lapnak. És akkor egy lapot fektetve fogok elrakni. És akkor úgy, hogy pont az elválasztásnak elnézést, de ez a sok közegyapot, amit ma megettem.
Szóval akkor pont az összetételnél lesz a gerenda, és akkor egyszerűbb lesz vele dolgozni. Úgyhogy még az is majd egy kicsit stabilizálni fog rajta. Az egyes fokozat, és bekapcsoláskor van kapásból kettes fokozaton, ami egint csak érdekes, hogy ilyen fordítottan működik, de hát Németországból jött, úgyhogy nagyon nem vagyok már meglepve semmi. Na, hát teszi a dolgát. Ezt a helyiséget hamar be fogja fűteni. Bár most szívem szerint nyitva hagynám az ajtót, mert kint gyönyörűen süt a nap, viszont meleg azzal úgy sem jönne be. Úgyhogy én most állok neki a szigetelésnek. Nem tudom még, hogy itt a szigetelés hogy fog megállni, majd lehet, hogy egy léccel meg fogom fogadni, addig, amíg az OSB-t be nem hozom.
Na, hát egy újabb gyönyörű napra virrottunk. Tél van, hál' Istennek. Úgy értem, hogy nem csak az éjszakot tekintve, hanem végre valóban tél van. Ja, azért annyira hideg nincs, tehát ez nem azért van rajtam, hanem mert kőzet gyapotozom. Úgyhogy most még építjük a téli szállást. Gyönyörűen. Fűtést már egy kicsit bekapcsoltam, hogy legyen kellemesebb a történet. És akkor itt tartunk most. A hátsó fal az egyszerű lesz, ugye, hogyha bepakoltam majd a kőzetgyapotot, akkor megy egy majdnem teljes lap alulra az OSB-ből, meg egy kevés felülre, ott nem kell nagyon vágni, szabni sokat. Az oldalsó fal az mindjárt be lesz fejezve, berakom még ide a gyapotot, és akkor itt kell majd szabni az ablak miatt egy kicsit. A kéményt előkészítettem, mert az volt a terv, illetve hát az a terv, hogyha én kész vagyok a fallal, akkor hozom a kályhát, mert először meg kell néznem pontosan a helyét, az határozza meg a kéménynek a helyét, és akkor ki kell vágnom a tetőt, amit nagyon nem szeretnék, de hát muszáj. De előtte még szerintem a mai nap rá fog menni arra, hogy befejezem a szigetelést. Addig nekem ki kell gondolni azt is, hogy a kályhát, illetve hogy a kéményt majd hogy viszem ki a tetőn. Egyszer láttam egy videót a YouTube-on. Valami nagyot mondó ember éppen arról regélt, hogy teával a kezében, hogy az önellátás vagy miféle az nem arról szól, hogy üldögélünk a teraszon, szopogatjuk a kávénkat, a teánkat, aztán nem csinálunk semmit. Ah, hülye. Néha azért csak lehet.